Tisztelt Hölgyeim és Uraim, kedves karcagiak! Egy újabb fordulóponthoz érkezett a koronavírus világjárvány elleni védekezésünk, hiszen a harmadik hullám kellős közepén tartunk, amely a jelek szerint elérte városunkat is. Először is szeretném megköszönni mindenkinek, hogy az eddigi védekezések során betartották azokat az intézkedéseket, mind a kormány által hozott, mind pedig az önkormányzat által hozott intézkedéseket, amelyek szükségesek voltak ahhoz, hogy az első, illetve a második hullámot is nehézségek árán ugyan, de nagyobb veszteségek nélkül túléltük. Köszönöm szépen, hogy ezeket a szigorú intézkedéseket elenyésző kivételtől eltekintve, de mindenki határozottan betartatta, és bár tudom, hogy nagyon nehéz volt, de megfogadták azokat a kéréseket, amelyek ahhoz voltak szükségesek, hogy túl legyünk ezeken a nehézségeken. A harmadik hullámra a kormány újabb intézkedéseket hozott, amelyek természetesen városunkra nézve is kötelezőek. Az intézmények életét ennek megfelelően szerveztük. Az iskolákban és az óvodában, gyermekfelügyeleten kívül gyakorlatilag zárva tartanak az intézmények, az étkezést, ahogyan azt az óvodai vezetőség rendelkezett, természetesen továbbra is megoldjuk. A bölcsődei ellátás zavartalanul folytatódik, reméljük, hogy a járvány egyéb hullámai a bölcsődét el fogják kerülni. A polgármesteri hivatalban, ahogyan azt eddig is megszokhatták, továbbra is működik minden az eddigieknek megfelelően. Kérem azt, hogy beadványaikat elsősorban online, illetve papíralapon tegyék meg, akinek mindenképpen szükséges az időpont egyeztetés után, természetesen megoldhatja ügyét a hivatali épületen belül is. Egy nagyon fontos további intézkedés került bevezetésre, ez pedig a közterületi kötelező maszk használata. Ehhez önkormányzatunk segítséget fog nyújtani, hiszen a napokban minden karcagi háztartásba eljuttatunk egy újabb maszkcsomagot, amely 5 darab orvosi szájmaszkot tartalmaz. Kérem Önöket, hogy az eddigieknek megfelelően, nagyon szigorúan és nagyon következetesen tartsák be ezeket a szabályokat. Mint ahogyan azokat a szabályokat is, amely mindannyiunk rendelkezésére állnak, a kézfertőtlenítést, a fokozott kézfertőtlenítést, és a szociális távolságtartást, tehát tartsuk egymástól a 1,5-2 méteres távolságot, bárhol tartózkodunk, közterületen, illetve épületen belül is lehetőség szerint. Sportlétesítményeink a kormányrendeletnek megfelelően nyitva tartanak, de csak azok a sportolók vehetnek részt az edzéseken, illetve a versenyeken, akikre a kormányrendelet vonatkozik, tehát igazolt keretek között végzik sporttevékenységüket. Egyébként a sportversenyek és így az edzések is teljes egészében zárt kapuk mögött kerülnek megrendezésre. Az erdei tornapálya és a város közparkjai természetesen nyitva állnak a látogatók előtt. Szabad téren sportolni természetesen ugyanúgy, ahogy eddig, továbbra is lehetséges. A játszótereinket viszont a fokozott fertőzés veszély miatt, és amiatt, hogy folyamatosan fertőtleníteni lenne szükséges minden játszás után, a hátralévő időszakba lezárjuk. Kedves karcagiak, kérem Önöket, hogy fokozottan tartsák be a meghozott védelmi intézkedéseket. Kérem Önöket, hogy minél többen regisztráljanak a koronavírus védőoltásra, hiszen ez a legfontosabb fegyver, ami a kezünkben van a járvány megállítása érdekében. Legyenek következetesek, tartsák be és tartassák be ezeket a szabályokat, és mindenképpen hiteles forrásból tájékozódjanak. Vigyázzunk magunkra, vigyázzunk egymásra.